tangó, mint műfaj sokáig tiltott volt Pécs városában. P. Horváth Tamás író, kulturális bizottsági elnök volt, aki 4 évvel ezelőtt meghozta a városunkba ezt a tánc és zeneműfajt. Ennek történetéről mesélt. Ez egy nagyon érdekes történet, ugye én regényíró vagyok, és az Öt Torony című könyvembe kutatások közben derült ki, hogy 22-ben a rendőrkapitányság és a városháza betiltotta a tangót, a táncot és a zenét is. És a könyvembe beleírtam egy születésnapi mulatságot a Szikorszki szőlőbe, ahol természetesen tangóznak, mert a pécsiek akkor sem voltak annyira szabálykövetők. És ott fogalmaztam meg azt, hogy nem a tangó, meg nem a zene, főleg a tangó, ugye, ami a kölcsönös tisztelet és szeretetnek egy ilyen jelképe, az nem az a bűnös, hanem a háború és az erőszak. Na, ezt a mondatot a Méhes Károly nevű barátom kiszúrta a könyvbe, és az volt az első kérdés, hogy vajon ezt föloldották ezt a tiltást? És megkérdeztük a jegyzőurat, a jegyzőur közölte, hogy nem. Nyilván volt egy ilyen semmiségi törvény a háború után, de ezt a törvényt, vagy ezt a rendeletet, ezt nem oldották föl hivatalosan. Úgyhogy akkor ezt a gegget találtuk ki, hogy én beadtam a városházán egy határozati javaslatot, hogy oldjuk fel a tangó tilalmat Pécsen végre, és pont a 100. évfordulón, úgyhogy a közgyűlés egyhangulag elfogadta, és akkor meghívtuk az akkori argentin nagykövetet, a Patino Mayer urat, aki a polgármesterrel együtt aláírta egy dokumentumot, hogy Pécsen innentől szabad a tangó, és soha többet nem lesz betiltva. A 4 napos rendezvénysorozat alkalmával színes programokkal készültek az érdeklődőknek. Szeptember 28-án délután tangó stílusok bemutatójára látogathatott el a közönség a Zsolnai negyed E78-as koncerttermébe. A tangó stílusok bemutatása, többféle stílus létezik a tangóban, az egész úgymond kezdetleges stílustól egészen az európai kifinomult stílusig. Lesz egy Encuertos nevű 50 perces előadása a Pesti Tangó Színháznak, és utána pedig egy gyönyörű bál veszi kezdetét. 4 különböző tangó stílussal ismerkedhettek az egybegyűltek, amelyeket az argentin nagykövetség táncosai mutattak be magas színvonalon. Az 1 órás előadás alatt a nézők színes, változatos improvizációkat láthattak. A kedzsenge az a tangónak a kezdetleges, igazi előfutára igazából. Létezik valsz, ami inkább egy ilyen keringőhöz hasonlatos. Van a milonga, az egy ilyen temperamentumos és gyors, nagyon vidám tánc, és az európai füleknek már kicsit befogadhatóbb a nuevo tangó. Kedves meghívott pesti tanáraim mutatják be. A tangó sokszínűsége miatt mindenkinek talán van egy kicsit kedvence, és lehetőségeket kaptak arra, hogy az ő kedvencüket képviseljék. Az idei évben egy különlegességgel is készültek a szervezők, ugyanis a Vakok és Gyengénlátók Szövetségével dolgoztak együtt, így számukra speciális tangóoktatást nyújtottak, mondta P. Horváth Tamás. Az idei fesztiválnak az is az érdekessége, hogy a Vakok és Gyengénlátók Szövetsége elfogadta a meghívásunkat, és számukra egy speciális tangó oktatást tartunk, éppen most zajlik fölöttünk a Panoráma terembe. Sajnos az eső miatt nem jött el mindenki, aki mondta, de így is elég sokan vannak, és ez egy külön program nekik, és ez marad is, tehát, hogy folytatódni fog. És a másik különlegessége pedig a fesztiválnak, hogy mennyire beépült már a pécsi szövetbe, hogy az argentin világbajnok páros is elfogadta a meghívásunkat, és egy fantasztikus bemutatót tartottak, és fognak is tartani ma este. Tánc közben jobban figyelünk egymásra, lelassulunk ebben a pörgő világban, megnyugszik a lelkünk. Ezért fontosak ezek a rendezvények, mondta Pintér Tünde. Szerencsére ezt az érdeklődők is így gondolják, hiszen minden programma szép számmal érkeztek a hétvégén. Igazából én nagyon beleszerettem a tangóba, mert sokkal több, mint tánc. Én egy kicsit ilyen spirituális töltetet is látok benne. A mai igazából elvadult világban, hogy annyira nem töltünk időt az egymásra figyeléssel, ez most egy kicsit így visszahozza ez a tangó. Amikor egy-egy órát vagy másfél órát tangótanulással töltünk, akkor megtanulunk újból egymásra figyelni, és szerintem ez a mai világban egy nagy kincs.
4 év alatt sikerült a városban népszerűsíteni ezt a műfajt, megalakult az első tangótánciskola is. Az érdeklődés miatt a szervezők szeretnék a tangó ünnep hagyományát a következő évekre is továbbvinni.